Hát tessék, befáradni, kérem megtekinteni a kiállításunkat. Azt a mindenségét. Hű. Hát ez egy... Ez, a ez egy nagyon gazdag. Indián. Fantasztikus. Életnek és játéknak a színtere. Esetleg bemegyünk itt egy kicsit bejebb a dzsungelbe. Nekivágunk? Hát próbáljuk meg, akkor jó. Talán valamivel tisztább képet kapunk meg az egészről. Merve. Majd megyek előre. Nincs ötletem sem. Vigyázzon, mert csalán azért van. Hát majd letapossuk valahogy. Egy igazi indián az tényleg így hozzányúl a csalánhoz. Nem csíp? Nem. Ehhez szokva vagyok. A kis tábor, amelyből lehet látni a háttérben, itt a háttérben a táborral szemben lévő visegrádi hegyeknek a kontúrjait. Ez volt a tábor tulajdonképpeni területe, amit itt látunk. Hát ez nem is olyan túl nagy. Itt volt a 8 tippi, és hol volt nem, a... hát ez nem ekkora volt. Ez a tábor, ez elterjedt azon a nagyfán túl is, még sima fűes terület volt. Ennek az egész ügynek a spiritus rector, a kitalálója, a mozgatója, dr. Baktai Ervin volt. Nagyon nagy öntudatú és egy hihetetlen erős kisugárzású ember volt. A legkisebbként született a családba, és ő volt a dédelgetett kedvenc. Nagyon oldott, nagyon sokszínű közeg volt az, ami már gyerekkorában, koragyerekkorában Baktait körülvette, és ebből indultak ki azok a mániái, ha lehet így mondani, amelyeket egészen felnőtt korában megtartott. Ezek közül kettőt lehetne kiemelni, az indiánok iránti érdeklődését és India iránti érdeklődését. 1906-ban ez egy nagy horderejű esemény volt Baktai számára. Buffalo Bill egy nagy magyarországi túrát tett. Ez a cirkusz, vagy vállalkozás, inkább lehet így mondani, bemutatotta a harcoló indiánokat, a postakocsi elrablását. Baktai természetesen a budapesti előadásokat többször is látta. Baktai gyerekkorától fogva rajzolt, és nyilvánvaló lehetett a család számára, hogy művésznek készül. 1910-ben Münchenbe ment Hólósi Simon festőiskolájába. Nagyon színes nemzetközi társaság volt Hólósi körül, nem csak magyarok, hanem osztrákok, németek, nagy számban oroszok is voltak. Ez odáig ment, és az orosz kultúra ebben a körben olyan nagy divat volt, hogy Baktai valamennyire meg is tanult oroszul, és egyik barátjának a leírása szerint betanította a barátainak Gorki éjjeli menedékhelyének az egyik felvonását, és ezt oroszul elő is adták. Nem tudott úgy meglenni, hogy valami érdekeset nem műveljen. Baktai talán mondjuk azt, hogy inkább, hogy heverőbölény, mert ő nekünk mindig heverőbölény, a főnök volt. Először nem is indián tábort hozott létre, hanem megalakított a barátaival egy képzeletbeli vadnyugati várost, ahol mindenkinek vadnyugati neve és rangja volt. Baktai volt ebben a közegben a sheriff, ő volt Bhakti sheriff, és az egyik legjobb barátja, Básti István, a Nemzeti Színház díszlettervezője volt a marsal, Varró István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara titkára volt a város kormányzója. Elhatározták, hogy akkor most megpróbálnak vadnyugatot játszani, és vadnyugatot játszottak ugyanolyan komolysággal, mint bármi mást, egy szalomban, vagy nagyobb magánlakásban, ahol összejött a társaság abszolút autentikus vadnyugati szerelésekben, díszleteket csináltak, bár helységet rendeztek be.
úgy, ahogy tulajdonképpen annak idején a filmeken vagy képeken látták, és játszották komolyan ezt a játékot. Az jutott eszükbe, hogy meg kéne próbálni valamit a természetben is. 1931-ben történt az, hogy Zebegényben rendeztek egy indián tábort, meglehetősen primitív kis felszereléssel, sátrakkal, de elkezdődött ez a dolog, ami azután végül is évtizedekre tulajdonképpen kitöltötte ennek az akkor alapító társaságnak, aztán később itt-ott fölbővölő, vagy esetleg csökkenő, tehát némileg változó összetételű társaságnak az életét. Ezek a ruhák, ezek a szerelések, ezek eredetiek? Fel kellett újítani, javítani, vagy másolatok? Van benne eredeti, például a szürke sólyomnak, aki a... Ő a szürke sólyom? Ő a szürke sólyom, Perési László. Ő ki volt, mi civilben? Civilben ő az igazságügyi miniszternek a gazdasági vezetője volt. Uh-huh. Hogy nézett ez ki, hogy a tábor, tehát a 8 tipi össze-vissza, vagy a parancsnoki? A tipik általában körben álltak, tehát úgynevezett tipi körben. És a törzsfőnök sátra? Az ugyanolyan több. Volt, mint a többi? Hát az ugyanolyan volt, mint a többi. Tipinek nevezték tipi, az indiának. Igen. Ez belül fűthető, az, amit lehet látni. Igen, és itt jön ki a füst? És ott jön ki a füst. Nem állt benne a füst? Rögtön kiment a füst. Rögtön. Tehát azért, nem, mert lehetett aludni szinten. Két oldalt alulról, ugye a termikus hatás, ami benne a füst elkezdődik, az emelkedik föl, de ugyanakkor alul oldalt szívja be a hidegeket. Ponyvavarró berendezéssel nem rendelkeztünk, hát azt legyártattuk valamilyen szakcégnél, és a festést, a dekorációt azt már a tulajdonos mindig maga csinálta, ennél fogva persze minden tipi ebből a szempontból is más volt. Én ezt eltettem, mert nagyon tetszett nekem, hogy rajta van a tulajdonosnak a jele, ez a, itt látható, ez a piros pajzs, ez sólyom volt, egyébként az illető, aki ezt tulajdonolta, és az a sólyomnak az indián szimbolikus jele. Volt egy közösségi sátor is, az egy ilyen nagy házalakú sátor volt, tulajdonképpen ponyva tetővel és ponyva oldalakkal egy meglehetősen komoly rút szerkezetre fölépítve. Ugye az, annak a végében volt a konyha és a főző alkalmatosság és a sátor belsejében, amit szelunnak hívtak nálunk. Ott álltak az asztalok, padok, ott voltak a közös étkezések. Napközben is időnként össze-össze jöttek az emberek, amikor nem volt más dolguk. Az állt többnyire ezek között, a fák között, ebbe a benyílóba. Honnan tudták azt, hogy ez így néz ki a valóságban? A bátyától. Bátyától. A bátya kinélt Amerikában, kiment aztán az első világháború után, vagy közben, és ott idegen vezetést vállalt, a fekete láb indiánok mellett, Montana államban élt, és oda vitte a turistákat, ez az a tipikus lovas trippeket, és hát ott megismerkedhettek az indiánokkal, és ő pedig a főnökökkel ismerkedett meg, akik hát hozzájárultak ahhoz, hogy ott hát táborozzanak, és őtőlük kapott tárgyakat. Jókezű, izgalmasan festő művész volt, de a későbbi fennmaradt rajzok is inkább arra utalnak, hogy én talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy ő volt annyira intelligens, hogy idejében abba tudta hagyni a festészetet, és a művészi adottságait azt nagyon jól tudta kamatoztatni abban az új foglalatosságban, amit talált magának, nevezetesen a kelettel való foglalkozásban. A háború alatt Hollósi meghal, az iskola felbomlik, nagyon sokan azt gondolják a tanítványok közül, hogy Baktai lesz Hollósi utódja, azonban benne van a festészettel kapcsolatban egy óriási meghasonlás. Már a fronton egyébként elkezdett indiai tárgyú elbeszéléseket fordítani, 1917-ben jött ki az első ilyen tárgyú kötet. 19-től kezdve egyre inkább India kultúrájával, történelmével, szokásaival kezdett el foglalkozni.
Ott van Baktainak a teljes ruhája. Nagyfőnöki ornátus. Fantasztikus. A fején a tollkorona, a kezében a békepipa. A jelmezeknek, amit ők nem jelmezeknek hívtak, mert ezt sértésnek vették, szóval a ruháknak, amik ott megjelentek, tökéletesen olyannak kellett lenni, mint az igazi. A modornak, a játékstílusnak ennek mind illeszkednie kellett. Ezek nem díszek ám a fején, Baktainak a fején, hanem minden törzstag a tett vagy a nagy tett, hogy milyen jó tett az illető a harcokban, vagy a nagy vadászatokban, kapott egy tollat, kis tettet, vagy pedig nagy tettet. Ez olyan, mint a katonaságnál egy kitüntetés. Pontosan. Na és ezek után, ha 24 toll szeljött, akkor egy ilyen tollkoronát fűzhetett össze, és ez már a táborban egy nagyon komoly. Neki volt a legtöbb ilyen, nem? Hát neki volt. Egyfelől valóban játékol, másfelől az úgy átszőtte az életüket teljesen, szóval ők bele tudták magukat annyira élni ebbe a dologba, hogy a hétköznapjaikból sem hiányzott tulajdonképpen ennek a játéknak a szelleme és a lelke. Ez a baráti társaság a normál polgári életben is soha nem Jóska volt, vagy Sanyi, vagy Pista, hanem indián néven szólították egymást a hétköznap. Ha valaki fölvette a telefont, akkor azt mondta, hogy mit tudom, erős farkas vagyok, szervusz főnök, vagy valami ilyesmit, vagy hau, nem szervusz, hau főnök. Hau, ez előírás volt. Nem előírás, de mindenki ezt használta. Ezek a fegyverek, ezekről mit lehet tudni? Ez a Básti István díszlettervezőnek a fia. Ifjú Básti István készítette, miután ebben a korszakban, ebben a 17-18. Század korszakban a fehér embernek még csak ilyen kovásköves puskája volt, és ezzel találkoztak az indiánok először. Úgyhogy ezt a konyhában, meg a fürdőszobában csinálta a Básti barátom, a felesége legnagyobb boldogságára. Ő volt a marsal. A marsalnak a fia. A marsalnak a fia. A fia, igen. Hát kérem, hogy mennyire hűségesen készítette ezt a barátunk ezt a puskát. Ugye itt egy kovakőnek kell lenni, lácsapódik az acélra, szikrázik. És akkor ott bemegy a szikra, és akkor megy ki. Kérem. Ő itt Szepesi Györgyi magányos vadkanként szerepelt. A következő Fehér Bagoly, ifjabb Básti István. Ő Básti István díszlet tervezőnek és a törzs oszlopos tagjának a fia volt. Következő dr. Perési László, Szürke Sólyom néven volt ismert, és nagy kutatója volt az indián történelemnek. Fehér Szarvas, Borvendég Deszkás Sándor civil nevén indián ifjúsági regényeket írtanak. De ő neves valaki volt a háború előtti időkben. Öreg halászsas, Wallishausen Jenő. A Földművelési Minisztériumban dolgozott, mind a nemzeti parkoknak, a tavaknak, nagy tavaknak a halászati felügyelője. Ha valahol elhullott sas, akkor ő ezt összeszedte, és neki módjában volt ezeknek a tollait a baktaiknak átadni, és ebből első évben már olyan csodálatos tollkoronákat tudtak készíteni, amilyet soha később nem tudott senki sem. Kis Harkály, dr. Póta László, ő röntgenorvos volt, aztán 56-ban ő elhagyta az országot. Ez apám Hegymegi Kis Áron, alias Nyílhegy. Ő tisztviselő ember volt, valamelyik előjáróságon dolgozott Budapesten. Gottesman Ernő szintén családi alapon került be a törzsbe. Ő akkoriban a Magyar Filmirodában volt a gyártási főosztálynak a vezetője, de ugyancsak lelkes indián is volt a társaságban. Aki itt a háttérben van és alig látszik, Hallgatag Hód volt a neve. Ő Gottesman Ernőnek volt osztálytársa annak idején, és úgy került be a társaságba. Középen van az egész
ügynek, az indiánságnak és vadnyugati játéknak a lelke, dr. Baktai Ervin. Baktai heverő bölény lett. A bölény, mint a totem oszlop is jelzi, préri világnak a leghatalmasabb és harcias állata. A Baktainak ez a tulajdonsága a bölénynek, roppant szimpatikus volt, és így a bölényt választotta totem állatává, és elhatározta, hogy bölény lesz. Na de, a Baktai, mikor a Körösi Csoma Sándor útján végigjárta a tibeti vándor útját, akkor leesett egyszer a túra alatt a lóról, és a gerince egy kissé megsérült, úgyhogy ő, ha tehette, leült, de ha tehette, akkor inkább lefeküdt. Senki nem járta végig Körösi Csoma Sándor útját. Mindenkinek az életében vannak nagy ráismerések, Baktai életében valószínű ez volt a nagy ráismerés, hogy most kell megtennie, most kell meglépnie azt, hogy végigjárja az utat pontról pontra, megpróbálta rekonstruálni azt az utat és azokat a helyszíneket, ahol Csoma élt, megfordult, dolgozott, beszívta magába azt a közeget, azt a nyugat-tibeti közeget, ahol Csoma életének ezt az időszakát eltöltötte. Baktai megpróbált az adott közegben tájékozódni, és Zanglába, hogy az ő szavaival éje, kihallgatta azt az idős tibetit, akinek a nagyapja még emlékezett arra, hogy Körösi Csoma valamikor ebben a faluban élt. És megpróbálta megmutattatni vele azt a helyiséget, ahol Csoma helyiség fölött levő királyi várban dolgozott. Ezt meg is jelölte, Csomás Rum ezt véste bele a szemöldök fájába az ajtónak. Főnöknek volt egy barátnője, akkoriban is ennek a barátnőnek volt ismerőse, az a Urbach házaspár. Egyszer kijöttek egy pár napra a táborba megnézni, hogy mi ez. Mondom, ők nem voltak indiánok. És hozta magával a felvevőgépét, és ott beszélgetés közben egy-két óra alatt összeütöttek egy sztorit, és néhány óra alatt leforgattak egy közel fél órás filmet, abszolút kapásból, és ebből lett az a film, ami itt-ott mondja manapság megjelenik, vannak, akik ismerik, van, akik nem, az úgynevezett sápatarc varázsló. Vannak a háború előtti itt vannak újságok, a sajtónak azt a mindenit, az eredeti megjelent cikkei. Aha, nemzeti hát magazin. Hű, de klassz. Ez érdekes. Úgy van a Playground. A Baktaiekről írnak egy angol újságban? Ez egy amerikai újság, a Weekly News, és ezt Amerikában a főnökök írtak ide egy levelet, hogy ugyan mondják már még, milyen indiánok laknak Magyarországon. Azt hitték, hogy ide települtek Amerikából. És akkor a Baktai megírta nekik, hogy nem, mi nagyon tiszteljük az indiánok kultúráját, amelyet ezt mi életformán szerintem játsszuk. Még Amerikában is úgy látszik hírt kaptak, és egy American Indian Association című, máma úgy mondják, hogy Native American mozgalom, is tudomást szerezve rólunk, végül is megtisztelte a törzset, és külön Baktai Ervint is azzal, hogy kiállított egy ilyen oklevelet, miszerint a magyar indiánok azok tagjai ennek az Amerikai Indián Szövetségnek. Ez itt nem az Amrita Sergil?
De igen, az egyik. Ő komolyan? Azt a mindenségi. Tehát ő is indián volt. Tehát ez fantasztikus. Baktai nővére férjhez ment egy szik, egy indiai szik származású arisztokratához, akik még az első világháború kitörése előtt Budapestre jöttek, itt ragadtak. Azt lehetne mondani, hogy Hollósi mellett, akit Baktai élete végéig mesterének tartott, a másik nagy mester életében nővérének az Umrás Szín nevű férje volt, aki egy nagyon sokoldalú, tudós ember volt. Az ő idősebbik lányuk volt Amrita Sergél, aki kora gyerekkorától fogva már állandóan rajzolt, festett. Nem volt kérdéses, hogy festőművész lesz belőle, ezért a család Párizsban is tanítatta. Majd amikor Indiába hazatértek, akkor valósággal elementáris módon robbant ki abban a néhány évben, ami megadatott számára az a festői tehetség, aminek a kapcsán ma már világhírű India első számú modern festőjét látják az indiaiak is Amrita Sergélben. A hindu vallás tiltja az állatok... Indiával való hosszas foglalkozás után elkövetkezett annak is az ideje 1926-ban, hogy Baktai kiment Indiába. Nagyon ötletes módon azzal próbálta megoldani a megélhetését, hogy szerződést kötött a Magyarság című lappal, és keleti levelek címen folyamatosan hetenként küldte fel az írásait és publikálta az egész oldalas írásait Indiáról. Ebből lettek később aztán az olyan nagy lélegzetű művei, szinte nyomdakészen megírt művei, mint az India és az Indiai Éveim című nagy opuszok például. De a másik izgalmas lépés az volt, hogy kiegészítse valamilyen módon a megélhetését, az ottani arisztokraták számára festőként is fellépett, tehát festett róluk portrékat. Gandhival még indiai utazása előtt kezdett el foglalkozni, nyilvános levélváltásra is sor került, tehát az újságok leközölték a levélváltásukat itt Budapesten. Majd amikor kint volt Indiában, akkor meglátogatta azon a telepen, ahol Gandhi élt. Rögtön hazatérte után felvételizett a Magyar Földrajzi Társaságban, nem sokára már választmányi tag volt, és olyannyira tehetségesnek találták a vezetőség, hogy rábízták a társaság lapjának, a Földgömbnek is a szerkesztését. Sőt, a Földrajzi Társaság kapcsán sikerült neki 1933-ban le is doktorálnia. Egyetemi képzettség nélkül egyébként, akkor még lehetséges volt. Tehát a munkássága alapján kapta meg a doktori címet a Szegedi Egyetemen. Úgy kerültem ebbe a dologba bele, hogy anyám Baktai Ervinnek unokahúga volt, a szüleim is ebben a dologban részt vettek. Elsősorban apám, mert hiszen ez az indián táboros dolog, ez kezdetben abszolút férfi táborként indult. Verőcei vonalon jártuk vonattal, és az olyan magasan ment, hogy jól rá lehetett látni a túlsó parton lévő indián táborra. És akkor szépen fölkerekedtem egy osztálytársammal, Visegrádban nyaraltunk, átvittek minket Kisoroszíba, és onnan átgyalogoltunk, és jó pár kilométert le kellett a túlsó, tehát a Lagydúla partján sétálni, menni, ameddig el nem értük a baktai tábort. És akkor egyszer ott ült a férfiak zöme, és derékig a vízben, és iszogattak sört. Na hát mondom, hát ez egy csodálatos dolog. ...1938-ban, amikor az én szüleim
úgy döntöttek, hogy megpróbálnak velem a Kismarosi szigeten egy tábort eltölteni, én akkor 6 éves voltam. Én nagyon élveztem a tábort, de mint akkor is, meg főleg utóbb megtudtam, a törzs tagjai egyáltalán nem élvezték a velem való együttlétet, mert mindig láb alatt voltam, mindenkinek tevékenységébe beleütöttem az orromat, vagy beléptem olyan helyekre, ahol nem kellett volna, szóval mondhatni utáltak. Megkértem a Battait, hogy engedje meg, hogy megnézhessem ezt a tábort, mert nagyon érdekel, és akkor a Sólymot, a varázslót, aki jó beszédű ember volt, megkérte, hogy hát mutasd meg a tábort, és akkor, mikor visszamentünk a partra, akkor megköszöntem a Battainak ezt a szívességet, és akkor azt kértem, hogy tekintettel arra, hogy én komolyan szeretnék foglalkozni ezzel, nem volna lehetősége annak, hogy bekerülhessek a törzsébe? Rám nézett, azt mondta, tehát még fiatal ember, 18 éves voltam, tehát látod, itt mindenki felnőtt, katona viselt ember, hát ezt majd egy kicsit később. Ez egy férfi tábor volt, nem kellett lakatot tenni különösképpen a szájra. Öncélúan senki sem disznókodott vagy káromkodott, de napközben vagy beszéd közben eleresztett egy-egy zavtosabb kifejezést. Aztán a történelem gondoskodott arról, hogy én már 19 éves koromban már behívtak katonának, mert már, hogy is mondom, tétény körül állt a szovjet vonal. Így aztán katona lettem, úgyhogy 46-ban, amikor otthon voltam, az első dolgom volt, hogy elmentem Battaihoz, és vittem a cédulát, hogy szabadultam a ceglédi lágerből, csodálkozott, és azt hát akkor rendben van. És mondom, hát szeretném megemlíteni, hogy készítettem egy kedút, és hát azt nagyon nagy örömmel felajánlanám használatra. A háború egy határozott cezúrát jelentett a törzs életében. Akkor megpróbáltuk, mert akkor már én is hát fiatal emberként, teljes jogú törzstagként vettem részt ebbe a dologba, úgy folytatni a dolgokat, ahogy az a háború előtt történt, de nagyon hamar bebizonyosodott, hogy ez így nem megy tovább. Javarészt családos emberek kiváltak azok, akik korábban még hát a háború egy időben fiatalok voltak, és 20 évesenként élték ott a vidám életüket. Az egész légkör, a körülöttünk világ úgy megváltozott, hogy többé nem lehetett megtenni azt, hogy itt néhány férfi elvonuljon, és hetekre ott hagyja a családját, a gyerekeit, egyebeket. Tehát megtörtént az, ami korábban nem volt, hogy kezdtek a családok is bevonulni a táborba. Battai lefordította a Hosszú Ládzsa emlékezéseit. Ez az egyik fekete láb indián főnök volt, aki az indián történelmek között beszélt, illetve írt egy Sastol nevű vadászról, aki a törzs legkiválóbb vadásza volt, és ennek a Sastolnak a neve, miután kiváló céllövő volt, fölvetette bennem azt a kérdést, hogy vajon kit szeretnék én ideálként hát elképzelni, és akkor, miután a középiskolások bajnoksága, sportbajnokságom, a céllövés területén szép eredményt értem el, hát úgy gondoltam, hát, hogy már íjazni nem tudok menni, akkor hát, hogyha ezt elfogadja a főnök, el is fogadta, és azóta is igyekeztem mindig arra, hogy ennek méltó hát képviselője legyek, és így lettem Sastol. Én örököltem az indián nevemet, mert apám volt Nyílhegy. Általában az indián nevek valamilyen apropóból jöttek létre, igyekeztek jellemző neveket adni. Apám Nyílhegy azért jólt, mert nem tudom honnan, annak idején valahonnan beszerzett ilyen puskagolyó hüvelyeket. Ebből kiolvasztották az olmot, és akkor a nyílveszők hegyére föl lehetett tűzni ezeket a hegyes dolgokat, és kitűnő
eszközé váltani. Na, ő szerezte ezeket valahonnan, és ő ezért Nyírhegy nevet kapott. Én meg az apám fia voltam, és megörököltem a nevét. Sajnos apám nagyon korán elhagyott bennünket, ő a háborúban katona volt, és 44 őszén meghalt. Én akkor 12-13 éves voltam. És hát tulajdonképpen talán én voltam az egyetlen, aki ilyen örökölt névvel élt a táborban, mert aztán mindenki megkapta előbb-utóbb a neki járó vagy hozzáillő indián nevet. A főnök sokkal korábban már fölkelt, mint a társaság, és a kis tűzhelyén elkezdett teát főzni, három nagy teáskannában, és a indiai rokonságtól kapott finom indiai teákból készítette a reggeli italunkat. És akkor kenyeret szelt, megpirította, mikor elkezdte kaparni, mert egy kicsit odaégett, akkor már tudta az ember a sátorban, hogy már készül valami, és akkor bizony egymás után keltünk föl, és ha valaki nem kelt föl még erre sem, akkor a marsal, aki a rendvédelmi társulatnak az elnöke is volt, csak elméletben, hát kérem, ő akkor elkezdte kiabálni, hogy ko, keljenek föl, késő van, már nincs korán. A napi kosztot azt legalább két naponként be kellett szerezni valahol a verőcei boltokban. Na, akkor valakik beültek, kenuba áteveztek, többiek elvégezték itt a mosogatást, tennivalókat, rendberakást, úgyhogy a délelőtt úgy nagyjából, na és persze hát azért, ha meleg volt, akkor közben fürödni is kellett, meg hasonló dolgokkal tölteni az időt, úgyhogy a délelőtt az úgy többnyire elment. Délre általában hideg kosztot evett a társaság. A kosztolás az mindig közös volt. Itt mindig csönd volt, nyugalom, csak akkor, ha ünnep volt, amikor aztán bizony mindenki beöltözött indián ruhába, aki örök kauboly volt, az kaubojnak öltözött, és akkor énekek, táncok, dalok, stb. Ez mind volt, és nagy mese. Kenuverseny, céllövőverseny, indiánoknál például szokás volt a nevezett okotox dobás, egy nagy kőnek a minél messze, vagy gyakorlatilag súlylökés csak indián módra. Aztán úgy 6 óra fele kezdődött a vacsora készítés, mert meleg ételt mindig csak estére ettünk. Abból a meggondolásból, hogy kár lenne a nap szép részét, vagy kellemes részét főzőcskézéssel tölteni, este alkonyat felé, akkor már inkább alkalmasabb volt erre az idő. Vacsora után megint ugye mosogatás, rendrakás, és utána majdnem minden nap tábortűz köré gyűlt az egész társaság, ahol egyfelől hát meg lehetett beszélni a közös dolgokat, a napi dolgokat, másfelől viszont többnyire a társaság is által ismert dalokat énekelgettük együttesen, egy gitár, vagy egy gitár, meg egy banjo kísérettel valamilyen kis egyszerű módokon. Ez úgy eltartott 10-ig, 11-ig, és akkor mindenki elment nyugóra. Hogyha ilyen tanácstűz volt, szertartás, ünnep, valamit megünnepeltük, akkor mindig a férfi kórus, ugye, mert volt, a férfiak különültek, a nők csak mögöttük ülhettek, és mikor a tanácstűz befejeződött, akkor jöhettek a hölgyek, és kitöltötték a teljes koszorút, és akkor már egyre rangú tagként beszélgethettek, kérdeztek, választottak bármire, tehát akkor már ők is jogosultak voltak, de addig először a lényeges dolgokat a férfiak beszéltek meg. Szürke sólyom nem vetette meg az italt, ha volt módja rá, hogy ne vesse meg.
És épp a 49-es tábor volt az, amikor háromszor kellett árvíz miatt újra tábort vernünk, mert fokozatosan szorultunk ki a sziget magasabb és magasabb pontjaira. És valahol egy edényben, a sok hurcolkodás között egy adag szilva félretevődött. És aztán egy pár hét múlva, vagy egy hét múlva Sólyom barátunk rábukkant erre a szilvára, ami már teljesen erjedt volt, és boldog vigyorral a képen jegyezte meg, hogy tiszta szesz, hehe. Ez a hehe elnevezése azóta a szeszes innivalóknak végül is hát ugye bevett dologgá vált a táborba. Egyébként is sok ilyen szólásmondás volt, amiket hát sokszor csak mi magunk értettünk. Fantasztikus társaság volt. Én egy olyan kis nyúl voltam ott, ahol hát tényleg művészemberek irodalommal foglalkoztak, és hát ez nekem még nem volt a tarsolyban ilyen múlt, úgyhogy nagyon sokat kellett vigyáznom és alkalmazkodnom, hogy megfeleljek azzal a elvárással, amit ők ugye hát jogosan támaszthattak. Jó társaságban voltunk, kivonulhattunk abból az életből, ami 40-es évek végétől 80-as évek végéig Magyarországon volt, és ami meg kell mondanom, hogy nem csak nekem, de hát azért nagyon sokunknak nem volt kedvünkre és tetszésünkre. Erre az egy hónapra még ezt is úgy, ahogy ki lehetett kapcsolni, és el lehetett feledkezni arról, hogy az ember a munkahelyén milyen kellemetlenségeknek lehet kitéve, vagy netán még azon kívül is. Szóval, és hogy meg kell húzódni, hogy nem lehet szabadon beszélni, hogy ügyelni kell arra, hogy kivel áll az ember szóba, és miként. Nehéz idők voltak, mert az ember igazságérzete, szabadság szeretete, ami mindenkiben benne van, ez ellen folyamatosan ágál. És ez a tábor nem utolsó sorban azért volt kedves, mert itt mindezeket a dolgokat le lehetett vetni és el lehetett felejteni. Baktai, mikor a háború utáni idők megérkeztek, nagyon rosszul érezte magát politikailag, egzisztenciálisan is, és érezte, hogy az a légkör, amiben ők fiatalabb korukban szabadon, lezseren tudtak élni, létezni, nem volt problémájuk az, hogy egy fegyvert vásároljanak, megkapták az engedélyt, valódi Winchesterrel, puskával, koltokkal lövöldözhettek, mert tudták, hogy olyan emberek, és ezeknek az embereknek minden erkölcsi támasza megszűnt. Osztályidegennek voltak nevezve, és Baktainak a tiltott kategória jutott, amely azt jelentette, hogy a könyveit nem adhatta ki, amit a két világháború között megírt, létbizonytalanság és félelem. Ennek következtében, mikor kimentünk a táborba, akkor mindig azt mondta, ne vigyünk ki semmilyen olyan nagy stílű ruhát vagy ruhákat, amit akarunk, hanem csak egy szál ágyékkendő, mokaszin és egy szál toll mindenkinek járt. Így legyünk kint, hogy ne keltsük föl a figyelmet. Majdnem minden évben megtörtént az, hogy táborozásunk alatt megjelent ott egy vízirendőrségi motorcsónak, kikötöttek, följöttek, körülnéztek. Barátságosan nem bántottak senkit, sőt, megkínáltuk egy pohár sörre, azt is megitták. Ott voltak egy negyed órát, 20 percet elmentek, ennyi volt. Utóbb kiderült, hogy azért volt olyan valaki, a később hozzánk, később egy rövid időre hozzánk csapódott emberek között, aki viszont küldött jelentést rólunk, de ennek se volt következménye végül is ránk nézve. 54-ben már kezdtek ilyen politikai problémák fölmerülni. Volt egy törzstagunk, akit akkor már az ÁVÓ üldözött, és bujkált másfél vagy két éven keresztül 56 előtt különböző helyeken.
aki egyébként Baktainak kvázi ilyen famulusa volt éveken keresztül, tehát nagyon jó barátságban voltak. De ő aztán 54 nyarán egyedül kivonult egy kis sátorban valamelyik dunai szigetre, és ott rejtőzködött az ávó elől. Összetalálkoztunk vele, és hát Baktai, mint hát akkor már azért úgy ugye muzeológus, némileg közéleti személy, nagyon nem vette jó néven, hogy egy ilyen bujkálós emberrel kelljen neki ott együtt élnie, vagy együtt táboroznia. Úgyhogy azt mondta, hogy hát ő bizony inkább hazamegy. Az utolsó táborba, amikor még kijött, már nem tudtuk arra a tábor helyre menni, mert egy pesti üzemnek a dolgozói, vagy 50 fő letáboroztak a mi tábor helyünkre. És hiába kértük, oda ment a főnök, kérte őket, hát mi nem tudunk máshova, mert ez bérelt terület a miénk, szeretne itt táborozni. És ezek eléggé modortalan módon, hát eltanácsolták, és akkor azt mondta a főnök, hát úgy látszik, nekem ezt abba kell hagynom, és összecsomagolt, és hazament. Többet már a táborban nem jött ki. Hozzáteszem ehhez egyfelől, hogy már aránylag idős volt, másfelől az, hogy megnősült. Felesége Aditya egy kiváló asszony volt, és mindenben a férje javát próbálta és tudta szolgálni, és teljes mértékben alávetette magát a férje dolgainak és kiszolgálásának. Viszont ő abszolút nem illett bele ebbe az indiános ügyekbe. Ő egy, mi úgy mondtuk, hogy egy abszolút civil lélek volt, és ez is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Baktai 54 után nem jelent meg a táborban. Belátta ő is, hogy a világ nagyot változott azóta, szóval ő okos, bölcs ember lévén tudomásul vette azt, hogy nem lehet ezt úgy csinálni, mint régen, de ő ebben már nem akart részt venni. Ő volt az, aki először feldolgozta a Hope Múzeum indiai gyűjteményét, és 1951-ben egy példátlanul nagy sikerű kiállítást rendezett belőle, ami tulajdonképpen vándorkiállításként az ország nagyvárosaiban is megtekinthető volt. 1956-ban Buddha születésének 2500. évfordulójára egyike volt annak a nagyon-nagyon kevés európainak, akit az indiai kormány meghívott Delhibe az ott rendezett konferenciára. Ekkor fejezte be az indiai művészetét. Ez mindmáig etalon Magyarországon ez a könyv. Mondhatjuk azt is, hogy Baktainak ez a legfontosabb műve. Egyszer a hegymegyi kisbarátom nyílt telefonált, hogy a főnök 63 májusában, azt hiszem 63 májusában meghalt. Reggel fölkelt, nem volt semmi baja, kiment a fürdőszobába, agyvérzés kapott, és rövid szenvedés után meghalt. Nem lett új törzs főnök az a helyzet, hogy attól kezdve hát nem volt olyan valaki, akit úgy éreztünk volna, hogy a főnök nyomába léphet. Őt nem tudtuk tulajdonképpen pótolni, attól kezdve hát egy ilyen baráti társaság volt, ahol mindenki csinálta a dolgát. És ezzel befejeződött egy olyan korszak, amely csak az ő személyéhez, a személyiségéhez tartozott, és ez egy nem meghosszabbítható, vissza nem térhető téma volt, játék volt, és ezért tudomásul kellett nekünk vanni az, hogy mi már csak egy epigolok lehetünk, akik szívvel, lélekkel csináljuk továbbra is, mert azt, hogy ne legyen tábor, ezt már nem tudtuk elképzelni. És akkor így kezdtük tovább játszani az életet, de akkor megint elkezdődött egy új reneszánsz. És akkor már elkezdhettük a filmezést,
nem művészi céllal készültek, hanem azért, hogy legyen mindig egy emlékünk, mert mikor ősszel hazajöttünk a táborból, vittük a filmeket, hogy előhívassuk, és élvezhessük azt a csodálatos időt, amelyet csak ott a táborban, az utcai elképzelések alapján tudtuk megvalósítani. Szomorú inkább az, hogy a mi gyerekeink, noha itt nőtek föl, és cirka 20 éven keresztül csinálták ők is ezt velünk együtt, valahogy a megváltozott világban őket már ez a dolog nem nagyon érdekelte, az unokáinknak meg pláne nincs ennél fogva lehetőségük. Pedig ennél jobb nevelő oskolát, mint amit a táborban eltöltött 3-4 hét jelentett egy kis gyerek számára, elképzelni se tudok. Megismerni a természetet, a növényeket, nem félni a póktól, megfürödni a Dunába, nem a Császáruszoda medence az egyetlen víz, ahol létezni lehet. A fagyűjtés, de a mindennapi élet, szóval ez annyira más volt, mint a városi élet, hogy teljesen más felfogásúvá váltak azok a gyerekek, akik itt töltötték a nyarokat. Szépen elöregettünk, elpuhultunk, elkényelmesedtünk, és bizony ma már nem vagyunk harcos, kúszó, mászó indiánok. Erősen kezdtünk kiöregedni a régi gárda, úgyhogy azt kellett mondanunk, hogy befejeztük az indián táborozásnak ezt a formáját.